Új nap, új videó, az intro után kezdünk is. Szia Laci, üdvözöllek a műsorban, nagyon örülök, hogy egy újabb operatőrhöz van itt szerencsém. Szia, és köszöntöm a nézőket, és örömmel vettem, hogy belekerülhetek a műsorodba. Kedves nézőink, korábban már szerepelt egy másik operatőr is a csatornán, annak a videója itt lesz a sarokba, érdemes őt is lecsekkolni, nagyon szép munkái vannak. De akkor nézzünk téged, Laci. Neked a múltban is, és jelenleg is vannak kötődéseid Ausztriához. Hogy milyen munkák, milyen kötődések ezek? Főiskolára jártam, matek-technika szakra, de a nagyon nagy álmom az az volt, hogy én fotós, és inkább a legnagyobb álmom az volt, hogy operatőr legyek. Ez Magyarországon azért mindenféle kapcsolat és művészi összekötetés nélkül elég nehezen ment, de ahogy átkerültem Szegedre a suliba, ott egyből a Csongrád megyei Hírnap, Dél-Magyarnak és az Egyetemi Lapnak fotóztam. Ott ismertem meg a Bőle Istvánt, aki újságíró mai napig is, és ő beprotezsálta a szegedi körzeti stúdióba. Tanultuk a szakmát, világosítottam, hangmérnökösködtem, segédoperatőr, fotós, mindent csináltam. Volt egy önálló fotókiállításom, de több is volt ugye az egyetemi lapok lévén. Ott elhangzott egy olyan mondat, hogy Tóth B. László, aki szárnyát bontogatja fotóművészként. Ez egy kicsit nem tetszett az ottani kollégáknak, és utána egy kicsit úgy kezdtek félre rakni a pályán, és utána jött egy ismerős, aki már fölkerült Pestre, ő vallási vonalon volt, a Reocki Laci, rendezőasszisztens, és akkor mondta, hogy te halasi vagy, úgy mindegy, hogy Szegedre jársz vagy Pestre, gyere föl Pestre. És úgy is volt, fölkerültem Pestre, vittem magammal egy csomó képet, ezek kicsit ilyen művész jellegű képek. Szeretek fotózni, de soha se szoktam magamra azt mondani, hogy ilyen fotóművész vagyok. Inkább alkalmazott fotográfus, akinek vannak esetleg néha szép képei, amiből kiállítást lehet csinálni. Bekerültem, kaptam egy telefonszámot a művészeti osztályra, és már pénteken volt ez az ablak műsor, ott már én dolgoztam, mint kameraman. Ilyen gyors följutásom volt Pestre. Ami érdekes, hogy amikor legelőször önállóan kamerára állhattam, az is pont egy ablaknak a körkapcsolása volt akkor a szegedi stúdióba. És hát innen elindult a pályám, ami még pluszba jó és érdekes sztori, hogy a nevem, mivel Tóth B. László vagyok, úgy voltam kiírva, hogy Tóth B.L., és ez egy, van egy ilyen kamera, Ariflex BL, és ez az Ariflex BL, ez egy francia kamera. Ugye nem ismertek engem ott senkinek, nem voltam a senkije, úgymond, és hát azt mondták, hogy egyszer kipróbáljuk ezt a kamera nevűt, hogy BL. És így rajta maradt, hogy a kamera nevűvel akarnak dolgozni, és számtalan menő operatőr elvitt magával, akkor még segédoperatőrként, vagy néha másodoperatőrként. És ez úgy nagyon tetszett, én lelkes voltam, és akkor egyre több feladatot kaptam. Jelentkeztem a főiskolára, meg sok ilyen tanfolyamot elvégeztem, és utána megkaptam azt, hogy önállóan is forgathattam, riportokat készítettem. De emellett fotóztam, de ugye mindenki tudja, hogy főleg régen, akkor azért elég komoly technikát kellett felmutatni, és én mindig próbáltam igényes technikával dolgozni. Logikus, hogy a tévés cuccot azt nem hozhatta haza az ember maszekba, így az üzleti dolgokat is csináltunk reklámtáblákat, szóróanyagokat, és egyszer egy véletlen során megkaptam a Vestelnek az akkor kezdődő 0660-as, 450 MHz-en dolgozó Vestelnek a forgalmazási jogát, és ez elég komoly jutalékot adott. Kiskolason, Kiskörösön voltak irodáim, és ez az üzleti életbe sikert hozott, amiből nagy részből tudtam finanszírozni még pluszba a technikai fejlesztésem. Egy családi baráta, Zádori Édua, 16 éve él Bécsben, hegedűművész, és ott fölmerült, hogy mi lenne, ha csinálnánk egy DVD-t. És mondtam, hát nagyon szívesen, és mondta, hogy de hát nem Magyarországon kell, hanem Bécsbe, Kunsthallébe. Csináltuk a felvételt, elvállaltam több kamerával, több anyagot vettünk fel, és ez elég sikeres lett. Az egyik felvételen ilyen testfestés is volt rajta, egy norvég zeneszerző,
ami ugye 7-8 éve még egy kicsit újdonság volt. Mivel én is tanultam zenét, 6 évig gordonkáztam, így nagyon szerettem is a zenét, és szeretek vele foglalkozni, de most már csak inkább hallgatni, viszont nagyon szívesen elvállalok ilyen zenei anyagokat, úgyhogy több koncertet csináltam, több kamerásat, amit már vagy én vágtam, vagy bérbe kiadtam vágni. És fölött van egy Kirstetten nevezetű hely, és ott minden évben van tavasz és őszi klasszik fesztivál, és oda meghívtak, és olyan szép anyagot csináltunk. Az egyik egy Figaro volt, hogy az nagyon megtetszett az ottani stábnak. Ugye Ausztria multikulti, tehát perzsa volt a karmester, magyar volt a rendező, szlovák, magyar, orosz, mindenféle énekesek voltak benne, és egy ilyen modern feldolgozás volt. És így összejött ez a kontakt, és egyre több munkát csináltam Ausztriában, de emellett ugyanúgy ételfotókat is csináltam. Bécsbe is, és környékén több hochzeitot, esküvőt, lakodalmat felvettem, ami ebbe is egy érdekesség, hogy ugye volt ekte-osztrák, akkor egy kicsit ilyen magyaros stílus, de dolgoztam kínai esküvőn is, ami megint egy érdekes és teljesen más világ, mint amit mi megszoktunk Magyarországon. Ki lehet emelni, hogy könyvekben is szerepeltél, könyvekben is bedolgoztál, és még fotókiállításod is voltak, hogy milyen mérföldköveket, milyen sikert említenél az eddigi karriered, az eddigi pályafutásodból? Főiskolán Szegeden ott az egyetemi klubokban voltak kiállításaim, naponta dolgoztam az ottani újságoknak, a tévé kapcsán lévő riporterek felkértek ilyen alkalmazott fotográfiákra, ami kábítószeresekről, ilyen szociál, akkor nagyon divatos volt ez a szociál műfaj, és akkor utána ebből a szebb dolgokból megjelentek ugye a könyvben, mint illusztrációk, sokból volt kiállítás. Aztán teljesen véletlen folytán ők is halasiak, de országos szintű munkánk volt, Magyarország orgonájuk. Solymosi Ferenc nevezetű orgonaszakértő, aki az összes orgonát szinte fejből tudta, hogy hol milyen orgona van, ki készítette, kik játszottak rajta, és ezzel az emberrel, meg a Czár Attilával 2 évig jártuk Magyarországot, 180 orgonát fotóztunk le, ez még diára készült, ami elég jó és igényes. Nem mertem még, akkor már volt digitális, de az még elég új technika volt. Egy gyönyörű, szép könyv lett belőle, ami a Magyarország orgonái címet kapta, és 160 orgona van benne a legsikeresebb orgona készítő munkájával. Ami még érdekes, és megint Ausztriához kapcsolódik, hogy a Dombó Dániel, ő karmester, megkeresett engem, hogy szeretne ilyen kórusokat, kórusműveket fölvenni templomba. Bemutatkozok neki, hogy Tóth B. László, és mondja, hogy ő ismer engem. Hát én nem ismer, nekem nem volt ismerős a srác. Váltig állította, hogy ő ismer engem. És akkor, hát mondom, én videózok, tévénél lehúztam 35 évet, mondom, nem tudom, honnan ismerhetsz, és mondom, de amúgy fotózok is, tehát egy jó pár könyvet csináltam, és mondom, a Magyarország orgonáit. Hát azt mondja, onnan ismeri a nevemet, mert Magyarország orgonái az a kinti zenei képzésben, a kántor képzőben tankönyv. Tehát az egyik legnagyobb elismerésem ez, hogy Ausztriában a Magyarország orgonáit azt egy csomó zeneiskolába, kántoroknak, zenei tanulmányokhoz ajánlják, mint kiegészítő tankönyv. Gratulálok ezekhez a munkákhoz, és ugorjunk vissza az operatőri tevékenységedhez, hogy milyen filmeket, milyen különleges munkákat tudnál azok közül kiemelni számunkra. Szegeden 4 évet dolgoztam, ott inkább segédoperatőr és kamera van, rengeteg ilyen román nyelvű és szlovák nyelvű munka. Adventet megcsináltuk szlovákul, magyarul, románul, ugyanúgy a karácsonyt is, és akkor ott a Szeged környékén egész Békés Csaba, Debrecenig ugye jártuk azt a régiót. Elmentünk hétfőn és 4 napig dolgoztunk. Rengeteg riport, koncert, volt az István király, aztán utána Budapesten úgy szintén nagyon sok színházi közvetítés, az egyik legnagyobb munkám és leghosszabb, amire büszke vagyok. Másodoperatőr voltam a Angyalbőrben című filmben, ami egy nagyon jó katonai sztorizás. Ugye a pasik férfiak nagy része az volt katona, és rengeteg katonai élmény
miatt ugye ez nagyon kedvenc film volt, meg utána rendszeresen ismételték. Volt a Fehér Kócsagok, az is egy ilyen tévéjáték, hát nem tudom nagyon felsorolni az összeset. Aztán utána egy 9-es stúdióban dolgoztam, mint kamerás, és ott jön ez, 1992-t írunk, és ott van az egyik kollégám, mondja azt, mondja, te lent laksz, és picit tud szerbül is, meg sokat jársz át Jugoszláviába, vagy már nem tudom, de még akkor azt hiszem Jugoszlávia széteső félbe volt. Azt mondja, ki kéne menni, keres a Pesti Laci, a Pesti Fekete Doboz egy operatőrt, mert ott valami sérülése volt az operatőrnek, és Ausztriában nem találtak. De ez még régebben volt, tehát akkor még nem jártam ki Ausztriába. És akkor én egyből elvállaltam ezt a munkát, édesapám sokat mesélt a háborúról, és egy ilyen nagy kalandnak indult, de aztán elég kemény utcai harcokba, és sok-sok olyan dolgot láttam, megfelvettem, ami azért most jó, hogy itt elmesélhetem, mert akár kaphattam volna egy golyót is. Úgyhogy 10 napot forgattam a Pesti Doboznak, ORF-nek, Walter Erderich nevezetű balkán kutató és szakértővel a Balkán Krieg, a Balkán háborúba. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes és komoly lelki teher még azóta is, mert azt hittem, hogy megtanulok valamit, hogy miért vannak ezek a háborúk. Összeugrasztják a különböző nációkat, a vallás, a politika, és azok az emberek, akik előtte gyönyörűen éltek együtt egymással, ott képesek voltak kinyírni a másikat. Tehát ez egy elég érdekes volt. Ami egy jó sztori volt, ha már itt tartunk a háborúnál, hogy mentünk le, és ahogy fölvettem az útlevelemet, mert az pont azt hiszem az anyukáméknál volt Halason, és vettem két csík Marlborót. Ugye láttam a háborús filmekben, hogy mindent meg lehet szerezni a háborúba, de ha nincs cigi, vagy nincs ital, akkor az ugye azt nem lehet. És elmondom, véletlenül valahol ez lehet, hogy majd segíteni fog. Azt ahogy beértünk már ugye a déli részbe, akkor már elhagytuk Belgrádot, ott már minden híd körbe volt így homokzsákokkal rakva, tehát ott már mindenki katonaruhába járt, tehát ott már éreztük, hogy egy kicsit kemény dologra vállalkoztunk, de mentünk. És le is szúrt a megbízó, egy osztrák hölgy, hogy miért nem vagyunk már lent. Hát mondom, hogy én mondom, mi nem kirándulni vagyunk, és nem a tengerre megyünk nyaralni, hanem egy háborús övezetbe megyünk forgatni. Hát de jó lenne lemennünk. Hát aztán elfogtak, és jött utánunk egyszer az erdőbe egy ilyen szerb emberke, kis zasztavával, mutogatott, hogy álljunk meg, megállunk. Németül egész jó elbeszélgettünk, mondtam, hogy az ORF megbízásából megyünk dolgozni, forgatni, hogy beszámoljunk a háborúról. Hát ez ugye azért tetszett neki, de akkor volt ez a horvátoknak, azt hiszem, a magyarok vittek fegyvert, és azért mondták, hogy azért jó lenne, hogyha követnénk őket. Hát mondom, oké, nem tudtuk mit csinálni, és elvittek egy ilyen katonai vagy rendőrségi bázisra, elszedték az útleveleinket, és szét akarták szedni az autót, mondván, hogy biztos teli vagyunk fegyverre. Mondtuk, hogy mi sajtósok vagyunk, pressz, minden nyelven, mondta az ember neki. Megtanultam azt is, hogy Jászám Nyezavisna televízia, az egy azt jelenti magyarul, hogy független tévések vagyunk, és mi azért megyünk, hogy bemutassuk ezt a Balkán Krieget. Aztán nem nagyon szóltak hozzánk, kárpitot leszedték és kipakoltattak mindent. Egy fél nap után ott idegeskedtünk, fiatal srácok, 16-20 éves srácok tojásgránáttal, teljes fegyverrel, mint a Rambo, idősebbek is, és nem nagyon barátkoztak. Utána egyszer csak odajött a parancsnok, aztán mondta, hogy hajde, visszanyomta a kezünkbe az útleveleket, azt mondta, hogy menjünk. Megyünk. És mentünk egy pár kilométert, egyszer csak ugyanúgy meglátom ezt az asztavás srácot, ketten voltak. Hú, mondom, a technikusnak széke egy gyerek volt, a Nagy Krisztián, és mondom neki, te lehet, hogy itt a végünk. Hát azt mondom, hát mondom, mert szerintem ezek kifigyelték, hogy milyen technika van nálunk, mennyi érték, pénz, mert ugye kaptunk mindenféle valutát, hogy tudjunk fizetni szállodákba vagy akárhol.
és mondom, ezek szépen belelülnek a zárokba, aztán kész, nem fog senki keresni. Úgyhogy idegesek voltunk, ez jött utánunk, és egy 8-10 kilométer után intett, hogy álljunk félre. Mondom, hogy mi a probléma, hát mondom, már mindent elmutattunk. És onnantól kezdve ez a srác már nem akart velünk németül beszélni, csak szerbül. Hát ugye picit tudok szerbül, és úgy is elmondtam neki, hogy mi normális sajtósok vagyunk, filmezni megyünk. És mutatja, hogy menjek hátra. Hátra megyek, nem tudtam, hogy mit akar. Fölnyitom a hátulját az autónak, és akkor képzeld el, hogy azt mondja, hogy dve pivo, dve Marlboro. Hát még most is borzongok, ahogy ezt mesélem, mert ugye azt hittem, hogy az életünknek ott vége, és közben csak ugye idézőjelben becsületesen ő meglátta, hogy nálunk van cigi meg sör, és talán ez mentette meg az életünket. Köszönöm szépen, hogy mesélt ezekről a kalandokról, élményekről, sikerekről. További sok sikert kívánok a jövőben. Kedves nézőink, Lacihoz minden link, érdekesség, honlap ott lesz a videó leírásában. Meg tudjátok nézni, merre járt, mit csinált hosszabban. Ez egy rövidebb műsor volt, de minden hasznos információ ott lesz a videó leírásában. Még többet szeretnétek megtudni Laciról. Vigyázz magadra, jó egészséget, és ebben legközelebb már élőbe találkozunk. Köszönöm szépen a lehetőséget, és remélhetőleg Bécsbe újra megindul az élet, és újra tudom aktivizálni magamat, mint fotós és operatőr. Mindenkinek a legjobbakat! Ha tetszett a műsor, dobjatok egy lájkot, ha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel a csatornára, és találkozzunk holnap is. Szevasztok!